Eddig évente átlagosan kétszer telepítettek halakat Tolna megye tavaiba. Mostanra azonban már az évi 5 telepítés sem ritka, ugyanis egyre jobban elharapódzott az orvhalászat, rendkívüli mértékben csökkentve a halállományt. Az a tapasztalatunk, hogy a telepítés után akkor kell a vizet fokozottan védeni, délelőtt is és éjszaka is, és ezt úgy kell védeni, hogy tehát ne tudják a rapsicok, hogy mikor vannak kint a halőrök, nem is propagáljuk, hogy mikor vagyunk kint a vízterületen. A természetvédelmi őrök önállóan nem képesek megakadályozni a rapsickodást. 2007-ben polgárőrökből, rendőrökből és önkéntesekből létrejött a halőrkommandó, mely hatékonyabban tud fellépni a rapsicokkal szemben. Felhívják a figyelmet arra, ha valaki gyanús dolgokat lát, hívja a hatóságokat, ne intézkedjen egyedül, ugyanis ezek az emberek veszélyesek lehetnek. A haltolvajok 3 módszerrel lophatják el a halakat. Gerebjézéssel, hálóval és villanyozással. Tiltott módszer. Na most, aki ezt elköveti, az a közismert állatkínzási törvény hatája alá is tartozik, tehát elméletileg 2 év szabadságvesztéssel fenyegetett. Ebből van elég. A halállomány 20-30%-át lopják el évente, ezzel országosan több milliárd forint kárt okozva. A rapsicok gyakran dolgoznak éjszaka, mivel ilyenkor nehezebb őket tetten érni. Tiltott halászati eszközökkel, halászgató emberkéket, hogyha ilyenekről érkezik bejelentés, természetesen kimegyünk a helyszínre, és ott elkapjuk az elkövetőket. Amennyiben tetten érjük őket, akkor ugye le is foglaljuk tőlük a halat, illetve azt az eszközt, amivel ők halásznak. Ha az engedély nélkül kihalászott halak értéke eléri a 10 000 forintot, az eset lopásnak minősül, mely akár 3 év szabadságvesztéssel is járhat. Azok a felvásárlók, étterem tulajdonosok, akik illegálisan kifogott halakat vesznek, szintén szabálysértést követnek el.